munkaidő helyzetem, mert rengeteget tudnak a Keleti Éváról, a képeinek jó részét, nagy részét ismeri. Nagyon sokat nem ismernek meg akkor az életmű, hogy na. Én azt kérném Évától, hogy egy pár szóban azért biztosan, hogy biztos mutassa be magát, aztán én kérdezek. Bármit lehet? Ez egy izgalmas műfaj lesz most, és reméljük, hogy valaminek a kezdete. Kellene egy életrajzot mondanom. A titok az nem titok, hogy 1931, és holnap lesz a születésnapomnak. Nem készültem fotósnak, nem tanultam fotósnak. A sors vagy a véletlen személyiség sodort el erre, és köszönetet kell mondanom, nem tudom kinek, hogy ide kerültem, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jót tett velem, mert ez a pálya, ez nekem nagyon megfelelt. A MD-nél kezdtem el a 25 éves fotós előképzettségeimet, olyan nagyszerű művészeknél, mint Kadas Ernő, Langer Klári, Sándor Zsuzsa, Reizman Marian, és még sorolhatnám az 50-es években kiemelkedő művészei. 25 évet idézőjelben húztam le az MD-nél, majd 25 év után egy én szerintem nem véletlenszerű hívásra átkerültem az Új Tükör szerkesztőségébe, és ott egy következő 15 évben, mint képszerkesztő dolgoztam, ott is remek emberek társaságában, Fekete Sándor, Benjamin László, Csanádi Imre, Szepesi Attila és Tunák Sorolni a 70-es évek magyar irodalmi életének a legjobbjai fotósokban, és hát egész kiváló gárda volt együtt, Révész Tamás, Szalai Zoltán, Gékesdi Károly, Felvégi Andrea. Aztán 1989-ben, amikor közel 90 előfizetője volt a Tükörnek, azt mondták, hogy nem rentábilis alap, és egyik óráról a másikra megszüntették. Ez azt jelenti, hogy karácsony előtt megtudtuk, hogy januárban már nem jelenik meg. Akkor jött egy kis pánik, hogy mit fogok én csinálni, de szerencsére az Axel Springer keresett, nem ilyen egyszerűen, de összefoglalva a kiadónak egy képszerkesztőt, amikor egy fotóügynökség lett, és az idézőjeles nyugdíjam az ott kezdődött el. Hát azóta is dolgozom, kisebb és nagyobb megszakításokkal, mert azért az öregkorban kopogtat az ajtón. Elkezdtem kiállításokat csinálni, saját és mások munkáiból. Aztán könyveket szerkesztettem, és eljutottam az utolsó évekhez, ahol hát három kiemelkedő kiállításom volt, az egyik a Műcsarnokban, mint öt teremben, ami az életemnek tényleg mondjam azt, hogy csúcspontja volt. Ez a mostani kiállítás, ami egy válogatás abból, amit az életem során csináltam, és a válogatás abból, amiket szeretek. Hát nem fogják látni azokat a jó képeket, amit én jónak tartok, hanem van egy nagyon helyes hát kurátorunk, aki a saját ízlése szerint nagyon jó, más szemmel meglátta, hogy mi az, ami érdekes. Nem csak színház, hanem egy kicsit a történelembe, és belepiszkáltunk. És most holnap utánvédi ködölön egy szubjektív című kiállítást, amit
ennek a kiállításnak készítése közben három hónap alatt készítettünk el, és hát mindig az utolsó a legjobb, akkor most mondjuk azt, hogy az utolsó kettő a legjobb, úgyhogy most önök az egyik legjobb kiállításon ülnek, és ha eljönnek Gödöllőre, akkor a másikon fognak ülni. De aki látta a Csangot, azt tudja, hogy az is egy baromi jó kiállítás volt. Hihetetlen jó kurátor volt ott, Szarka Klára, megcsinálta azt is, Keleti Évának egy képét felvágta ilyen átlátszó műanyagra, és az volt az ajtó, azon lehetett egyik teremből a másikba bemenni, szóval hihetetlen ötletekkel úgy földobta, az amúgy is jó anyag volt, rengeteg ott, rengeteg interjú volt színészekkel, kollégákkal, akik beszéltek Éváról. No, vágjunk bele egy kicsit akkor családba. Hoztam egy könyvet, ami igazából Évának köszönhető. Itt látnak egy olimpiai bajnokot. Meséljen róla, Éva. Ez a legkönnyebb kérdés, ami valószínűleg itt elhangzik. Ez a nagybátyám, édesanyám testvére. 1936 kardió olimpiai bajnok kapott. Ezen kívül csapat olimpiai bajnok is. Los Angeles-i olimpián és olimpiai bajnok, és a háború, illetve a fasizmus meggátolta azban, hogy a karrierjét tovább hát végezze, vagy nem tudom mi a megfelelő szó rá. Margit Hidon volt, amikor a Margit Híd felrobban, és hát fiatalon, mert 1904-ben született, és 44-ben robbant a híd, tehát nem volt még 40 éves, amikor meghalt. Ha ez nem történik meg, akkor valószínűleg ő a 48-as olimpiai bajnok, de hát másképp akart az élet. Nagyon a mám haláláig várta, mert azt hittük, hogy mint kivételezett zsidó munkaszolgálatos valamilyen sérülést kapott is vissza fog jönni. Hát ez a nagymamám álma volt, ez nem így történt, és sajnos az emlékét nem ápolják eléggé én szerintem. De annyi is, hogyha a kérdésedet egy kicsit kibővítem, akkor még mondanék valamit, mert van nekem egy humán áldom is, mármint a családban, Miklós Jutka, aki költő volt, méghozzá a holnapos költők egyike, addig nagyon jó barátja. Párizsba ment a fasizmus elől, majd onnan Rabatba, és háború után tért haza Magyarországra. Ez a kétfajta vér és gondolkozás keveredett össze bennem. Egyrészt van egy abszolút humán a szépségek és az irodalom, képzőművészet irányos fogékony részem, és sokáig sportoltam én is, de az kevésbé volt képességes, úgyhogy elég kemény egyéniség vagy jelen vagyok, úgyhogy azt hamar elengedtem. Úgyhogy tulajdonképpen a gondolkozásomban mindig ez a kétfajta gondolkozás volt jelen, és ez egy jó ízű keveredés, talán a képekben látszik. Nekem nagy élmény volt, hogy Kapos Endre rokona Évának, én ezt régen-régen nem tudtam, amíg meg nem jelent ez a könyv, mert hát ott vannak a rendkívják abban a lakásban, ahol együtt éltek Éváék. Arról is mondjam, hogy két-három jó szót, mert azért ott ez egy nagyon fontos családi kötődés volt. 1936. május óta lakom ugyanabban a lakásban. Az élet út során a nagymamámékkal, majd a
szüleimmel, majd a férjemmel, majd a gyerekeimmel, unokáimmal, és most már a dédunokák, akik hála jó Istennek heten vannak, nyitják rám az ajtót. Sajnos egyedül lakom most már, ami néha nagyon fájdalmas és nehéz, de ahogy én bejöttem ebbe a lakásba, aminek a falai, hát nem a mi történetünket viseli főleg, hanem ebbe a lakásba volt a műterve Bekő Fülöknek, a Bekő Judit édesapjának és egy kiváló szobrászművésznek. Ha lekaparnak a falakat, akkor ott vannak a Bekő Fülöp rajzai, úgyhogy egyszer majd fogok valamikor majd pályázni erre, mert valószínűleg nagyon izgalmas dolgok lehetnek. És hát itt lakott Kalos Endre majdnem a haláláig. Itt éltünk és élünk mi is, ami azt jelenti, hogy nálunk a család nagyon fontos. Annak idején a vasárnapi ebéd a szentség volt nálunk, tehát minden vasárnap együtt voltunk, mindenki elmondta, hogy mi történt vele, mit ért meg, mi újság van a családban, rokonságban, tehát fontos volt a család. Annyira, hogy amikor a 44-ben a lévériadók általában vasárnap délben voltak, a nagymamámat nem lehetett levinni a pincébe, mert azt mondta, a fia, mi lesz a rétesebbnek száll, mire feljövünk. Mi valóban feljövünk szerencsére a pincébe, és frissen sütött forró rétes várt minden alkalommal minket. Ugye a nagymama elmondta, hogy fiam, hogy olyan durogások, meg valamilyen kivas tűzszerűséget is láttam, de hát azt mondja, a rétes az fontos. Tehát mi egy nagyon szűz családi közösségben éltünk, és én próbáltam az élet során átadni ugyanezt a gyerekeimnek, és a tédunokáknak, unokáknak, és az az érzésem, hogy ez megfogad, és hagy mondjam azt, és nem egy öreg asszonynak a megemlékezésre, hogy a családnál fontosabb a világon nincs. Tehát a család az, ami össze tud tartani mindenkit, és a család az, ami minden valójából ki tud hozni mindenki. Köszönöm, még annyival kiegészítenem Évát, hogy Kavos Endre Berlinben is nyertünk olimpiai aranyat, és még Éva meg is említi itt a könyvben, hogy betódultak utána, hogy hazajött az olimpiáról, és az udvarról kiabáltak, hogy kabos, 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 és teli volt az egész lakás virággal, amit kapott. Úgyhogy egy ilyen nagyon jó, tulajdonképpen egy három generáció élt együtt, ahol Éva ma is él, aztán ennél jobbat az ember nem tud elképzelni. Kanyarodjunk rá a fotográfiára. Ahogy néztem ezen a kiállításon, a legkorábbi kép az 1953-ból van, és egy kis csibész, kis csibéket ápoló tyúk, vagy ölelő tyúk, és három kis rejc és apkás kisfiú. És egy jó pár olyan életkép van még, ami nagyon érdekes, Pozsonytól kezdve mindenféle utcai jelenetek. Tehát igazából nem a színészeknél kezdte Éva se, hogy elnézem, és hogy ezek milyen élmények voltak Évának, és hogy indult ez az egész. Andis, mint kolléga, és nagyon jó kolléga, pontosan észrevette, hogy abban az időben mi volt a, hát nem fontos, de mi volt az, ami izgalmas volt a számomra. Ugye a háború után a romokból megpróbált egy város és egy ország talpra állni. Most elkezdtek épülni a lakótelepek, és meg elkezdték felhozni
a falu tanyák lakóit Budapestre. Elkezdtek természetesen épülni a házak, és hát, hogy most erőszakkal-e vagy nem, ez nem az én dolgom, hogy innen megállapítsam. Kezdték a lakosságot jobb körülmények közé, jobb lehetőségekhez hozni. És így a falu lassan beszivárgott a városba. Most ez a kép számomra azért szimbólum, mert megmutatja azt, hogy a gyerekek még nem értették ezt, de ragaszkodnak a múltjukhoz, az a picihez, és ragaszkodnak a gyerekkorukhoz, mint ahogy mi is ragaszkodunk mindennel, ez a történt velünk, jó vagy rossz. Ez a kicsi lány hozta a kakas magával a falujából, mint az utolsó emlék, az utolsó kapaszkodó, és meghatóan szép. Engem abban a korban, fiatal lévén nagyon megfogott az, hogy a vajas kenyeret eszik a gyerekek. Tehát mindaz, amit hoztak a faluból magukkal, a folyosón bicikliznek, mert nincs rét, ahova kimenjen biciklizni. Tehát megpróbálják áttelepíteni az életüket a fővárosba, sikerrel vagy kevésbé sikerrel. És abban az időben én olyan leszálltam a színházi fotográfiától, mint azt mondanám, hogy kimegyek az ajtón és Amerikában vagyok. Engem minden érdekelt, és az életnek egész véletlen pillanata volt az, ami miatt én színházi fotós lettem. És hát amit is biztos tudja, és talán többen is olvasták, hogy én hiszek abban, hogy a képesség az kevés ahhoz, hogy jó fotós legyen valaki, kell hozzá szerencse, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy részben, és kell hozzá valami olyan fajta együttérzés és együtt gondolkozás az aranya, ami vagy nem adatik meg, és akkor nincs jó kép, vagy megadatik, és akkor néha csodák születnek. Hogy kezdett el színészeket fényképezni? Mert azt látom, hogy nagyon sokféle dolgot csinált, a balettől kezdve különböző színészekig bement az öltözőkbe. Én úgy örültem, amikor itt láttam különböző balettöltöző képeket, és hát gondolják el, hogy 961-ben mondjuk ez egy szakmai dolog, hát nagyon alacsony érzékenységű filmek voltak. És általában, ahol Éva fényképezett, utána a színházba, ott meg azért hiába világítottak, ott azért elég kevés fény volt. Tehát nem volt olyan szerencsés adottság, mint az utcán, ha fényképezünk. És hogy ez, ennek részben a technikai részben az, hogy indult ez el? Én nem igazán akartam a színházi fotós lenni. Nem, hogy nem igazán, nem akartam én semmilyen fotós lenni. Én jó fotós szerettem volna lenni. És ott tartottam tulajdonképpen ez a 70-es évek első, talán 71 vagy 72, hogy talán el is mentem volna, vagy eltéríthettem volna, ha valaki el akart téríteni, mert nem lelkesedtem annyira. És mi fotósunk, most már én nem, de az Andisnál is ott van, az az viszonyú nehéz láska, amiben a fényképezőgépek vannak, és mi annak idején fényképezőgép nélkül egy lépést nem tettünk. És elsőként végigjártam az én helyeimet, színházaimat, és egyik este a Nemzeti Színházba mentem be kezdés előtt, és olyan érdekes az a hangulat, amely ilyen színházban van, hogy behaladszik a nézőtérről az ümök és a zaj. A színpadon már csöndesedik a szöveg, a lámpákat már lejjebb veszik,
Szóval egy ilyen szertartás előtti csend veszi át az uralmát, és egyszerre csak villott a vasaltó, és bejött rajta Timárihozra. És picit mindenki megdöbbent, nyilegyenesen oda ment a kikészített kellékekhez, ott bőröndök voltak, fogta a bőröndöt, kettőt, és megemelte őket. Nagyon beteg volt, és azt már mindenki tudta, és megpróbálta, hogy ha meg tudom emelni a bőröndöt, akkor el tudom játszani a szerepet is. És így történt, és megemelte, letette a két bőröndöt, intett az ügyelőnek, sötét lett, és elkezdődött az előadás. Most számomra ez olyan volt, mint egy karikagyűrű, vagy egy jéggyűrű, ami összekötött a színházzal. Nem azért, mert ennek külön jelentősége volt ennek a napnak, vagy ennek a pillanatnak, hanem azt láttam, hogy az emberi akaraterő vagy erőfeszítés mi mindenre képes. Képes halálos betegen eljátszani egy világirodalmi csúcs szerepet, képes elfelejtél arra, hogy tulajdonképpen ápolni kellene. És ez a sok ember azért van itt, hogy ő meghallgassa és megnézze. Elfelejt minden, és egy dolog volt számára fontos a színpad. Mint hogy én azt hiszem, hogy mindnyájan úgy vagyunk, hogy akármi bajunk van, betegek vagyunk, vagy bármi más, hogyha valami feladatunk van, vagy valami dolgunk van, akkor azt megcsináljuk, mert az a mi feladatunk. És akkor úgy éreztem, hogy én színházi fotós leszek. És ezt az érzést nem felejtem el soha. És volt egy idő, amikor valamilyen bántott, hogy ezzel a bántotti az egy fotoriporter, a másik mezőgazdasági fotós. És én ezt olyan lenézőnek tartottam, hogy színházi fotós. És most már rájöttem, hogy nem, mert nagy az én feladatom, ahogy a költő mondja, mert az utókor számára meg kell örökíteni azokat a hihetetlen nagy alakításokat, amik részben ott a falon látnak. Meg kell örökíteni azokat a történelmi pillanatokat, amire módunk van, hogy megörökítsünk. És nagy a mi feladatunk, mert tulajdonképpen a magyar történelmet kell megörökítenünk. És ez, hogy itt a Arany János utcában egy színházi kiállítás mindig, az tulajdonképpen része ennek az országnak a történelmében. És engedjék meg, hogy átkereszteljem ezt a kiállítást Magyarország 2023 nyara kiállításnak. Köszönöm szépen, hogy mennyire nem egyszerű dolog ez a színházi fotográfia, ez a Timári József kép, az Ünök halála című darabnál készült, és én nem tudok 10 fotós, csak 3-at vagy 4-et, akinek a képéből szobor lett. Tehát a Nemzeti Színház előtt ott a szobor. Ugyan Magyarország nagyon kulturális ország, de elfelejtették oda, hogy Kelet Éva fotója alapján készítette XY szobrászművész. Mert hogyha Kelet Éva nem csinálja meg ezt a képet, akkor nem tudom, mit csinált volna a szobrász. Mert egy az egyben a kép van megszoborítva 3D-vel. Tehát, hogy mondjam, azért ez nagyon ritka. Tehát a Marilyn Monroe-ról tudok egyet, hogy csináltak, és a Keleti Évának a képéről is még egy háborús kép van, amikor az amerikaiak elfoglalnak egy szigetet és kitűznek egy zászlót. Ez a 3, amit én így fejből tudok, de hát ebben benne van a Keleti Éva képe is. Igazából Timár József volt az első, akit lefényképezett így színészként? Azt hiszem, hogy nem, illetve nem azt hiszem, hanem biztos, hogy nem, mert arra emlékeznék. Nagyon sok színházi képet csináltam már addig, de nem fogott meg. Tehát nem éreztem a
történelemnek a leheletén, nem éreztem a fotográfusnak a felelősségét, nem éreztem az ország felelősségét, hogy ennek az országnak igenis múltja van, és ezt a múltat át kell menteni a jövőben. Ami fontos volt a számomra, hogy találtam a fotográfiában egy olyan pontot, amiben én ki tudom fejezni magam, nem csak át a hullám a fejem fölött, és ahol a közönség is örül annak, hogy mit lát. Büszke vagyok, én meg kell magunknak mondani, hogy mindig sokan vannak a kiállításon, és itt féltek nagyon, hogy egy olyan helyen, ahol nem szokott kiállítás lenni, kutya se fog eljönni. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy idézőjelben sem egyik sértésre kutyának változtak, de hál' Istennek a 10.000. Látogatásnál tartunk, és ezt is sikernek tartom a 40.000-es műcsarnoki látogatás daszára, kisebb szám, de nagyobb sikernek tartom. És még egy dolog, az is, amit szeretnék elmondani ebben a közegben, hogy tulajdonképpen mi fotósok feladatokat hajtunk végre. De minden alkalommal, amikor elmesélünk egy történetet, egy háborús történetet, mondjuk most az ukrajnait, vagy mondjuk tovább az összes világégést, ami az, sajnos az utóbbi időben órára bekövetkezik, akkor mi történészek vagyunk. Nekünk igenis akkor megyünk ki a frontra, és ne tekintsék a frontot komikus szónak, hogy én azt mondom, hogy a Nemzeti Színház is az front. Az az én frontom. Akik ukrajnak járják meg, az az ő frontok. És nekünk fotósoknak nagyon-nagyon nagy feladatunk van. Nem csak minden magyaroknak kell a magyar történelmet rögzíteni, hanem világfotósainak a világtörténelmét kell és muszáj rögzíteni, mert lesznek sok-sok kis fotósok és sok-sok kis emberek és utódjaink, és tudni kell, hogy miben születtek, és tudni kell, hogy kik voltak az elődjeink. Nem akarok élettanítani lenni, de az én életemben is három olyan történés volt, amiért azt mondtam, hogy biztos, hogy oka volt, hogy megszülettem, és biztos, hogy oka volt az, hogy ezt a pályát választottam.